Kötelezővé nyilvánítása életszerűtlen, mert hogy olyan emberek, akik nem rendszeresen járnak meccsre, de egyszer-egyszer ki akarnak menni, hát nehezebben járhatnak, ez nyilván probléma. A személyes jegyvásárlás csak nagyon gyorsan még így a végén, az meg életszerűtlen. Én csak ezt mondanám, most is még egyszer elhangzott, hogy ez kell, csak életszerűtlen. Nem mindig tudja megvenni személyesen az ember a jegyet. A lényeg, hogy az ő adatai kötődjenek hozzá. Köszönöm szépen. Szintén 2 perces felszólással következik Szilágyi György, a Jobbik képviselője. Köszönöm szépen. Azért, hogy akik nyomon követik esetleg ezt a vitát, vagy pedig a jegyzőkönyvnek, rögzítsük le, hogy arról, amiről a Fidesz beszél, a szavaik és a tetteik nem fedik egymást, hiszen amit ők mondanak, az maximálisan támogatható lenne. Ez a törvényjavaslat, ez nem erről szól. Tehát az, amit Bánki Erik mondott jelen pillanatban, hogy gyors eljárásban a valóban rendbontókat azonnali bírósági kirendelt bíróval, hogy ügyésszel vonják felelősség és tiltsák ki, ezt mi is támogatnánk. De ez a törvényjavaslat nem erről szól. És ugye itt nyugat-európai példákat emlegetünk. Hát erre a törvényre nincs nyugat-európai példa. Ha már Angliát említették, hát az angol példát, ha az angol példát vennénk figyelembe, és ez válasz arra is egyébként, hogy miért kellene itt a jegyeket regisztrálni. Angliában a következő törvény van. Valaki elkövet egy rendbontást, gyorsított eljárásban kap egy büntetést, és kitiltják a stadionból. Ha elkapják, a kitiltás ellenére bemegy a stadionba, és ott elkapják, akkor egy súlyosabb büntetést kap rendbontás nélkül. Tehát kapott egy felfüggesztettet, megy a kitiltás ellenőr a stadionba, azonnal kap egy letöltendő börtönbüntetést. Tehát ez a visszatartó erő, hogy ne menjen be. Ha pedig bemegy egy rendbontó, és nem kapják el, mert leül a helyére, és normálisan végignézi a mérkőzést, akkor is elérte a törvény a célját, hiszen normálisan végignézte. Tehát ha angliai példákat veszünk, ha ilyeneket hoznánk be Magyarországra, ami valóban is látszik, hogy ez egy hatásos eszköz volt, mondjuk Angliában is valamilyen szinten rendbe tette a stadionokban uralkodó rendet, tehát most ne beszéljünk másról, akkor ezt támogatni lehetne, de ez a törvényjavaslat abszolút nem erről szól. Ez köszönő viszonyban nincs arról, mint amiről a fideszes képviselőtársaim itt beszéltek, ez teljesen másról szól ez a törvényjavaslat. 2 perces reagálása, megadom a szót Varga Lászlónak, az MSZP képviselőjének. Köszönöm szépen a szót, elnök úr, csak egy dolgot nem tettem világossá az előbb, és ezt szeretném hangsúlyozni. Tehát általános vitára alkalmasnak tartottuk az előterjesztést, és az elmúlt egy hétben megvizsgáltuk a lehetőségeit, hogy milyen pontokon lehet módosítani. Én azt mondom, hogy úgy lehet egy ilyen előterjesztést elfogadni, hogyha az előterjesztés a végső elfogadás stádiumában tiszteletben tartja azt, hogy ez egy nagyon komoly szubkultúrája és legitim szubkultúrája egyébként ma Magyarországnak, ez a futball szurkolói társadalom. Az ő érdekeiket is kell, és a többség érdekeit is kell szolgálni ennek az előterjesztésnek, ha elfogadásra került, és egyébként arányban kell állnia az intézkedéseknek a társadalmi céllal. Megnézzük, hogy a módosítások után ezek teljesülnek-e. Tehát az általános vitára tartottuk alkalmasnak Bánki Erik jelentésével szemben az előterjesztést, és nyilván vitára érdemesnek, a módosító indítványainkat pedig remélem, hogy elfogadják. Köszönöm szépen. Felszólása következik Szilágyi György, a Jobbik képviselője. Előre bejelentett felszólóként 15 perces időkeretben öné a szó és a mikrofon. Köszönöm a szót, elnök úr. Tehát a szavak és a tettek különbsége, miről is szól ez a törvény? Tehát ez a törvény ugye nem arról szól, hogy rendet szeretnének tenni a stadionokba, és ennek ez az egyetlen egy útja. Ez a törvény, mint ahogy elmondtam már egyébként a kisebbségi véleménynél is, ugye elsődlegesen arról szól, hogy ezeket a szurkolói csoportokat megregulázzák és elhallgattassák, hogyha véletlenül olyan véleményt próbálnak formálni, ami nem megfelelő a kormánynak, akkor erre önöknek legyen hatás, hiszen most megint csak egyetlen egy példa merül fel, mert nem például az, hogy mi az a rendbontás, egyáltalán nincs szabályozva, hiszen nincsenek szabályok. Mi minősül rendbontásnak? Tehát rendbontásnak minősül mondjuk az, hogyha valamelyik szurkolótábor szídja mondjuk Orbán Viktort. Tehát akkor föl fogják szólítani őket, a rendezők, hogy hagyják ebbe ezt a tevékenységet, és hogyha nem hagyják abba, akkor rendbontást követtek el csoportosan, és mindenkit meg fognak büntetni mondjuk 50 000 forint. Mert ebbe a törvénybe végül is ez is benne van. Mert miért ne lehetne ezt megcsinálni? Ez a törvény végül is a leglényegesebb pontja ugye arról szól, hogy a rendőrség bevételeket szerezzen a sportesemények biztosításából. Aztán a másik fontos célja, hogy vélelmezhetően, ugye szintén a rendőrséghez köthető körök majd,
hatalmas bevételi forrást kívánnak szerezni. A rendezők egy új speciális sporthoz kötető jogosítványának a kiadása révén, ugye ez is benne van ebben a törvényben, és a harmadik jelentős bevételi forrás bizonyos köröknek ismételten a kötelező beléptető és biztonsági rendszerek kiépítésében rejlik. Ugye a stadionokat kellene korszerűsíteni, és ezzel párhuzamosan kiépíteni a biztonsági rendszereket, hiszen egy korszerűbb stadionban már eleve biztonságosabb körülményeket teremtenek a nézőknek, eleve biztonságosabb körülmények között mehetnek ki a nézők, és ugye a törvénytervezet alapján pedig mi történik, hogy egy lepusztult és korszerűtlen stadionokban lesz kötelező, előre meg nem határozott minőségű, de minden bizonnyal drága biztonsági rendszereket telepíteni. Ugye ez az ötlet visszatérő jelenség a Fidesz kormányok idején, hiszen még mindenki emlékezhet Dajs Tamás milliárdos beléptető kapu vásárlására. Ezek a beléptető kapuk egyébként a mai napig ott porosodnak valamelyik raktárban, soha nem lettek felhasználva, csak kifizették őket. Tehát ez logikátlan. Most kiépítünk beléptető rendszereket, majd utána arra várunk, hogy esetleg az EU engedélyezi, hogy stadionrekonstrukciókat hajtsunk végre, tehát a TAU törvény alapján majd stadionrekonstrukciókat hajtatnak végre, akkor majd lebontjuk ezeket a beléptető rendszereket, építgetünk új stadionokat, és akkor megint fölépítjük ezeket a beléptető rendszereket. Tehát ez eleve nonsense. De menjünk részletesen végig azokon a pontokon, amikre mi azt mondjuk, hogy elfogadhatatlan. Kezdjük ott, hogy önök azt mondják, hogy szigorítják ebben, és most már végre büntethetőek lesznek a rendbontók, mert eddig is büntethetőek voltak. Hát ebben a törvényben is önök erre hivatkoznak, hiszen azt mondják, hogy a büntető törvénykönyvről szóló 1978 évi 4-es törvény 271/A paragrafusa helyébe a következő rendelkezés lép: a különös visszaesés szempontjából hasonló jellegű bűncselekmény, és felsorolják azokat a bűncselekményeket, amelyek alapján eddig is büntethetőek voltak azok az elemek, akik rendbontást követtek el. Ilyen: a testi sértés, a hivatalos személy elleni erőszak, a közfeladatot ellátó személy elleni erőszak, a hivatalos személy támogatói elleni erőszak, a garázdaság, a rongálás. Hát ezek benne vannak a bűncselekmények. Eddig is büntethetőek voltak. Hát akkor miért nem büntették? Ugye ezelőtt már mondtam, a 2001-es törvényt is, akkor erre hivatkoztak, hogy majd most megváltozik. Eddig is volt mérkőzéseken elkövetett garázdaság, akkor azokat, akkor miért nem büntették? Tehát ez megint egy olyan indok, ami én azt mondom, egy mondva csinált indok. Aztán utána értelmetlen erre úgy érzem külön jogszabályt hozni. Valóban a kitiltás intézményét kellene mindenképpen nagyon világosan és normálisan lehozni, de itt is úgy kellene, hogy az eljárás alá vont személyek védekezésre és fellebbezésre biztosítani kellene, hiszen egy jogállamiságban, a jogállamiság keretei között ennek megfelelően alá kellene támasztani azt, hogy valakit miért tiltanak ki a stadionból. Egyébként a harmadik paragrafus erről szólhatna, és itt én támogatnám, tehát amikor a jogi keretek vannak, veszük figyelembe, támogatnám azt, amit Bánki Erik mond, legyen kirendelt bíró, kirendelt ügyész, mert most kérdés, hogy milyen gyorsan tudnak döntést hozni egy-egy ügyben, ugye ismerve a bíróságok leterheltségét, és a szabálysértési eljárásoknál pedig még aggályosabb a védekezési lehetőség, főleg amikor ilyen meghatározások vannak, hogy az odautazással és az onnan történő távozással meghatározás. Tehát ez annyira pontatlan, hogy ezt is definiálni kellene, hogy mit jelent. Milyen időtartam értendő ez alatt, meghatározott útvonal lesz kijelölve, amire érvényes, vagy mit értenek ez alatt? Hát most föl sem merek már tenni olyan kérdést, mert gondolom nem nagyon tudnának rá válaszolni, hogy az Usztavka bele fog ebbe tartozni? Mert az odautazás, vagy nem odautazás? Nem tudom, tudják-e, hogy mi az Usztavka, nem hiszem egyébként, de erre várnám ugyanúgy a választ, hogyha már ezt csináljuk. A másik, hogy azt írják le, amit megint nem nagyon értek, hogy a jegyértékesítésnél, amikor önök majd elkérik az adatokat mindenkitől, meg elkérik a neveket, akkor leírják azt, hogy ezeket az adatokat kik kaphatják meg. És itt szerepel a rendező is. Tehát egy egyszerű rendező lekérheti, egy mérkőzés biztosításában részvevő rendező lekérheti az adatokat majd azokról az emberekről, akikre úgy gondolja, hogy kimennek a mérkőzés, és akkor ezeket lekéri. Úgy, hogy ma, jelen pillanatban valaki jár pályákra, akkor azt tapasztalhatja, hogy a jelenlegi rendezőgárdákban nagyon sok büntetett előilletű ember is található.
ők bárkinek az adataihoz, vagy hozzáférhetnek a lakcíméhez és hasonlókhoz. Tehát azért ezt nonsensnek tartom. A következő, hogy ugye most a rendőrség magának fogja vindikálni azt, hogyha bármilyen rendbontás történik, akkor majd 200 ezer forinttól 2 millió forint összegig megbüntetik ők is a szervezőt. Egyébként az eredeti tervezetben ez 5 milliótól 50 millió forintig terjedt. Egy rendbontás esetén, ugye eddig mi történt, az MLS fegyelmi bizottsága összeült, megvizsgálta az esetet, és egy tárgyalás keretében büntetés szabott ki az érintett egyesületekre. Ez sem volt mindig igazságos egyébként, de legalább azt mondhatták az érintettek, hogy a sportba folyik vissza ez a büntetés, hiszen a Magyar Labdarúgó Szövetség kapta meg ezt a büntetést, és ezt valahol a sportba fordította vissza. Mostantól akkor azt jelenti, hogy meg fogja büntetni az adott sportegyesület, tehát a Magyar Labdarúgó Szövetség egy vétségért, és ugyanazért a vétségért még megbünteti majd a rendőrség is. Kiszab rá büntetést. Tehát egy azon elkövetett cselekményért két büntetést fog kapni. Hát én szerintem a jogállamiság keretei között ugye ez is nonsensnek tűnik a számomra. Aztán utána jön a leglényegesebb pont, ugye, hogy meggyőződésem, hogy az egész törvény elsődlegesen ezért a pontért született, tehát hogy a rendőrség bevételeit emelni tudják, ugye a 11-es paragrafusban, amiben azt írják le, hogy normális, fokozott biztonsági kockázatú sportrendezvényeken, a sportlétesítményen belüli biztonságért a szervező felel, a fokozott biztonsági kockázatú sportrendezvény szervezője annak időpontját megelőző 15 napon belül köteles felkérni a sportrendezvény helye szerint illetékes helyi rendőrkapitányságot a sportlétesítményen belüli rend fenntartásában térítés ellenében történő közreműködésére, normál biztonságú kockázatú sportrendezvényen a szervező a rendőrség közreműködését térítés ellenében igénybe veheti. Tehát felállítanak három csoportot biztonsági kockázat szempontjából, van a normál, van a fokozott és a kiemelt. És ugye a kiemeltnél azt mondják, hogy közfeladatként ellátja a rendőrség, a normálnál behívhatják a rendőrséget, a fokozottnál meg kötelező lesz behívni a rendőrséget. Most ki fogja megállapítani azt, hogy melyik mérkőzés milyen biztonsági kockázatú? Természetesen az ORFK és az általa működtetett minősítő bizottság javaslatai alapján határozzák meg. Tehát így már borítékolható, hogy a mérkőzések jelentős része a fokozott biztonsági kockázatú sportrendezvény minősítést kapja majd meg, így a szervezőnek kötelező lesz a rendőrséget térítés ellenében alkalmazni, ráadásul úgy, hogy a rendőrség a szervezővel közösen megbeszélve fogja meghatározni azt, hogy neki milyen eszközökkel, mekkora létszámmal és mennyiért megy ki erre a területre, tehát még ez sincs konkrétan meghatározva. Aztán ugye leírják a 14. paragrafusban, hogy a rendező szervnek, hogy vagyonvédelmi igazolvánnyal kell rendelkeznie, és hogy itt mostantól a képesítése kapcsolatban a jogszabály, vagy a sportági szakszövetség belső szabályzatában meghatározott képesítési képzési követelményeknek meg kell felelnie, és csak ilyen személy bízható meg. Tehát milyen képesítéssel kell még rendelkeznie a rendezőnek a személyes vagyonvédelmi igazolványon kívül? Kik lesznek azok, akik ilyen képzéseket minden bizonnyal térítés ellenében szervezhetnek? Kik állíthatnak ki tanúsítványt a képesítésről? Ez véleményem szerint ismét egy komoly bevételt fog jelenteni valakiknek, akik majd tanfolyamokat szerveznek és különböző ilyen igazolásokat adhatnak ki. Aztán a 15. paragrafus az meg aztán végképp érthetetlen, ugye az van leírva, hogy a néző a sportrendezvény helyszínére akkor léptethető be, ha, és az F pontban azt mondja, hogy vállalja, hogy a rendező felszorítására igazolja személyazonosságát. Tehát az a kormány, aki ugye folyamatosan a rendőrség erőszak monopóliumáért aggódik, olyan személyekkel és olyan társaságokkal szemben, akik soha nem törtek a rendőrség erőszak monopóliumára, amelyik annyira védi ugye a rendőrség erőszak monopóliumát, most a rendezőnek, akik nem tartoznak a rendőrség kötelékébe, egy olyan jogosítványt kíván adni, amit eddig csak rendőr végezhetett egy sportrendezvény keretében, nevezetesen az igazoltatást. Tehát egyszerű állampolgárokat a rendező majd igazoltatni fog. Az már egy más kérdés egyébként, hogy ugye majd le van írva az is,
hogy a beléptetésnél majd mindenkinek a névre szóló jegyét majd ellenőrizni fogják. Hát hogyha tényleg az a cél, hogy emelkedjen a nézőszám, azért megnézném, hogy egy 6-8 ezres látogatottságú mérkőzésnél mennyivel előtte kell kimenni a stadionba, hogy valaki bejusson. Tehát mire 6-8 ezer ember egyesével megnéznék a jegyen szereplő nevet, és utána és közben leigazoltatja a rendező, hogy mutassa meg a személyigazolványát, hát körülbelül 3 óra lenne, mire be tudna menni a 6-8 ezer ember a stadionba. Ez nonsens, és ráadásul teljesen mindegy, hogy a jegyen milyen név szerepel. Mert valóban, hogyha valakit mondjuk Obstengerger Mihálynak hívnak, akkor ő nehezen fog tudni bemenni, hogyha kitiltották egyszer a stadionból. De ha valakit Kovács Ferencnek hívnak, akkor a jegyvásárlásnál le kell adnia, ugye, be kell adni az adatait, de a jegyre csak az kerül rá, hogy Kovács Ferenc. Ennek a Kovács Ferencnek nem kell más csinálnia, mint összegyűjt maga köré még 5 Kovács Ferencet, és onnantól kezdve, ha őt kitiltják, akinek mondjuk az anyja neve Tóth Mária, megveszi a másik Kovács Ferenc, ő oda megy a beléptetőkapuhoz, fölmutatja az igazolványát, azon is Kovács Ferenc van a jegyen is, és már be is ment, mint kitiltott. Tehát egyszerűen nem működik az a rendszer, amit itt önök kitaláltak. Aztán ugye ezt említette államtitkár úr is, akinek gondolom, hogy halaszthatatlan közfeladatok miatt el kellett mennie, de ő mondta, hogy ugye 3 órán keresztül a rendező visszatarthatja a szurkolót, hogyha ott a kamerákkal felveszik, az alatt a 3 óra alatt kamerákkal lehet kísérni, hogy mi történik vele, hogy igazoltassa a rendőr. Hát mi indokolja a 3 órás időtartamot, amíg a rendező visszatarthatja az eltávolítandó szemét? Tehát a rendőrségnek 3 órába is telhet, mire egy sportrendezvényen, amit előre minősítettek, amit előre több szervezet közreműködésével engedélyeztek, a rendező kérésére valakit igazoltassanak. Milyen eszközökkel, milyen módszerrel tarthatja vissza a rendező az adott személyt? Tehát itt már a személyi szabadság korlátozása és hasonló más dolgok is felmerülnek. Aztán ugye szó volt arról, hogy miket kell kifüggeszteni a stadionnál, milyen információkat kell adni az embereknek, csak az is ott van, hogy mit kell rárakni a jegyre és a bérletre, és ugye kötelező lesz nem csak magyarul, hanem angol és német nyelven ezeket ráírni a jegyre és a bérletre, sőt, hogyha nem angol vagy német nyelven külföldi vendég, vagy külföldi sportszervezet érkezik, akkor még az ő nyelvükön is. Tehát mostantól egy belépő jegy és bérlet ilyen újsági méretű lesz, mert hiszen ennyi kötelezően megjelenítendő információ nem fog elférni ezeken a méreteken. Tehát például a bérleten miért kell több nyelven megjeleníteni az előírásokat? Tehát ma Magyarországon sajnos egyébként még nem tartunk ott, hogy külföldiek nagy számban idejönnének és bérleteket vásárolnának bármelyik csapat mérkőzésére. Általában magyarok szokták venni ezeket a bérleteket. Tehát azt mondom még egyszer, hogy nem a szurkolókat, hanem a rendbontókat kellene azonosítani. A szurkolók jellegű listázása, nyilvántartása, adatainak kezelése több mint aggályos. Ha jegyértékesítést például valaki jegyirodán keresztül is végzi, akkor ezek a jegyirodák is személyes adatokat fognak kezelni. Tehát ha úgy gondolja valaki, hogy mostantól megbízza a Ticket Express-t, miért ne gondolhatná így? Akkor a Ticket Express összes irodájában személyes adatokat fognak kezelni, csak úgy lehet venni a szurkolónak mérkőzés belépőt. És tehát egyszerűen tele van annyira életszerűtlen rendelkezéssel és előírással ez a törvénytervezet, ami alkalmatlan. Arra alkalmas természetesen, még egyszer mondom, hogy a rendőrség bevételekre tegyen szert, a rendőrséget köthető emberek bevételre tegyenek szert, és arra is alkalmas, hogy pontosan tudják azt, hogy kik járnak mérkőzésre, ezek az emberek hol ülnek, kikkel barátkoznak, kivel mennek ki egy-egy mérkőzésre. Erre maximálisan alkalmas, tehát listák készítésére abszolút alkalmas. Egyébként arra, amit önök mondanak, arra pedig egyáltalán nem. Köszönöm szépen, hogy meghallgattak. A következő felszólaló Törő Gábor, a Fidesz képviselője. Tisztelt elnök úr, tisztelt ház, és visszautolnék Bánki Erikre, aki a Heysel stadionba töntétben megdöntő tragédiára emlékezett, mikor Európában még nem voltak törvények, amelyek szabályozták a szurkolói rendbontásokat. És ha jól emlékszünk, akkor a Nemzetközi Futballszervezetnek kellett lépni, hogy kitiltsa az angol klubcsapatokat az európai ligákból, hogy ne tudjanak részt venni egy jó darabig, és ezt készítette többek között az angol kormányt is, hogy olyan törvényeket hozzon, amely ezeket a rendbontásokat visszaszorítsa.
A futball huliganizmus visszaszorítása mindannyiunk közös érdeke. Elmondhatjuk, hogy már ez a probléma nemzetközivé terebélyesedett. Valamennyi Bonner gondolkodás és felelősen tevékenykedő kormány átérzi ennek jelentőségét. A futball huliganizmus szinte minden ország sportéletében jelentkező probléma. Még a fejlett nyugati társadalmak is jelentős erőfeszítéseket tesznek annak érdekében, hogy hatékony eszközökkel visszaszorítsák és felszámolják. Természetesen az a tény, hogy a fejlett nyugati országok sem igazán találtak megoldást a randalírozók visszaszorítására, nem jelenti azt, hogy egy felelősen gondolkodó kormánynak ne kelljen gyors és eredményes fellépést tenni a problémák kezelése érdekében. Ezen neurologikus pontra különösen ráirányította a figyelmet az a néhány kiemelt jelentőségi sportesemény, amely nem csak a hazai, hanem a nemzetközi érdeklődés középpontjába is került. Azt gondolom megengedhetetlen, hogy a híradások a sporteseményeket övező cirkuszról és randalírozásokról szóljanak, és háttérbe kerüljön egy-egy mérkőzés valódi lényege és jelentősége. A futballhuligánok nem csak arra képesek, hogy elhomályosítsák egy-egy mérkőzés jelentőségét, hanem arra is, hogy hazánk negatív kritikák céltájává válik. Mindent meg kell tennünk ezért annak érdekében, hogy a lehető legrövidebb időn belül érezhető változás legyen a hazai stadionokban, és ezt kérte bizottsági ülésen többek között Szilágyi képviselő úr is ezelőtt néhány hónappal, és 2-3 éven belül pedig teljesen meg kell tisztítani a pályákat a huligánoktól. A jelenlegi jogszabályi környezet a leglelkiismeretesebb munkavégzés mellett sem ad hatékony eszközöket a jogalkalmazók kezébe a futballhuligánok ellen. Több éves hazai tapasztalatok alapján kijelentetjük, hogy amíg nem lehet letöltendő börtönbüntetést kiszabni a futballhuligánokra, addig nem lesz elég visszatartó erő a számukra, addig rend sem lesz a stadionokban. Meggyőződésem, hogy a huliganizmus elleni harc legfontosabb eleme a büntető törvénykönyv szigorítása, mert amíg például az Újpest-Fradi mérkőzésen randalírozókat jelenleg a legfeljebb pénzbüntetéssel sújtható garázdaság miatt lehet szankcionálni, a BTK kisebb szigorításával minősített esetben már letöltendő szabadságvesztést is lehet kirólni. Elnök úr, tisztelt ház! Mint már említettem, a jelenlegi jogi szabályozásról bebizonyosodott, hogy elégtelen, hogy nem képes kezelni a szóban forduló jelenséget, ezért átgondolt, több vonatkozó jogszabályt is érintő módosításra, változtatásra van szükség. És hát a jelenleg beterjesztett anyag 5 jogszabályt érint. Ilyen a büntető törvénykönyvről szóló 1978-as évi 4-es törvény, amelynek lényege, hogy a törvénykönyv 2001 óta bünteti a sportrendezvényeken elkövetett garázda magatartásokat. A rendbontás bűncselekmény azonban nem váltotta be hozzá fűzött szakmai eredményeket, ezért annak módosítása vált szükségessé. A javaslat hatékony büntetőjogi fellépést tesz lehetővé a sportlegalizmus erőszak nélkül megvalósított alakzatai ellen is, és ez egy fontos pontja. És ilyen a rendőrségről szól 1994-es 34-es törvény módosítása is, amely a sportrendezvények látogatásától a szervező által eltiltott, valamint a szabálysértési hatóság, vagy a bíróság által sportrendezvényről, illetve sport létesítmény kitiltott személyekre vonatkozó módosítások biztosítják, hogy a sportrendezvény szervezője, valamint a jegy értékesítést végzők a nyilvántartásból adatot igényelhessenek. Ez is egy fontos momentum. És a harmadik, a szabálysértésről szól 1999 évi 69-es törvény módosítása, melyben a javaslat a kitiltás jogintézmények alkalmazhatósági körét bővíti. Még szélesebb körben teszi lehetővé annak alkalmazását. A sportrendezvények rendjének hatékonyabb védelme érdekében meg kell teremteni a rendbontók megfelelő súlyú szankcionálását is. És ilyen a negyedik törvény módosítás, a sportról szóló 2004 évi első törvény,
és itt a módosítások lényege érintik a jegyértékesítést, a beléptető rendszereket, a kitiltás intézményét, és ezzel kapcsolatos rendőrségi, szervező által adatkezelést, sportrendezvények biztonsági minősítésére vonatkozó új intézményrendszert, az érintett belügyi szerveknek és létesítmények biztonsági ellenőrzésére vonatkozó szabályait, a rendezők és a szövetségek felelősségét, biztonsággal összefüggő feladatait és annak megszerzésére vonatkozó bővített szankciórendszert. Ezen túlmenően egyértelműen szabályozásra kerül a fokozott kockázatos sportesemények rendőrség által térítés ellenében végzett biztosításának feltétel rendszere is. És nyilvánvaló, amikor egy klubnak egy olyan kiemelt sporteseménye van, akkor azt gondolom, a bevétele is jóval nagyobb, és ezáltal meg tudja teremteni ennek a biztosításnak a költségeit is. És az ötödik törvénymódosítás a személy- és vagyonvédelmi törvényhez vonatkozik, valamint a magánnyomozói tevékenység szabályról szóló 2005 évi 133-as törvény módosítása. A módosítás a rendező visszatartási jogával kapcsolatban a sportról szóló 2004 évi első törvénnyel való összhangot teremti meg. És itt beszélt Szilágyi képviselőtársam a 3 óráról. Azért azt jelzem, hogy egy stadionban nem mindig 300 néző van, hanem valamikor 20 000. És ha ott nagyobb rendbontás van, annak a kielemzéséhez nem biztos, hogy elég fél óra vagy negyed óra. Igenis biztosítani kell azt az időt, amikor a tettenérés feltételei megállnak. A most adott lehetőség az országgyűlés számára, hogy egyes törvények módosításával megteremtse a lehetőséget, hogy a jogalkotók megfelelően és hatékonyan tudják kezelni ezt a jelenséget. Magyarországon pedig a sport és a futballhuliganizmus megfelelő kezelésének célja nem lehet más, mint egy szolgáltató szemléletű, családbarát és a kultúrát szórakozást előtérbe helyező stratégia kialakítása. Emiatt pedig első lépcsőben a sportesemények helyszínének infrastrukturális és biztonságtechnikai kérdéseivel kell foglalkoznunk. Elnök úr, tisztelt ház! Az általam utóbb elmondottak képezik ugyanis a teljes problémakör alapját. A problémás jelenség kezelhetősége, vagy nem kezelhetősége egészen odáig vezet, hogy megrendezhető egyáltalán egy nemzetközi színvonalú sportesemény egy adott létesítményben. A tisztelt képviselőtársaim előtt levő törvényjavaslat több törvény egyidejű módosításával kiküszöböli a jelenleg hatályos joganyag hiányosságait. Meggyőződésem, hogy eredmény csak a jogszabályok szigorításával és erősebb, szigorúbb szankciók alkalmazásával érhetünk csak el. Teremtsük meg annak a lehetőségét, hogy úgy a jogalkalmazók, mint a sporteseményeket megrendezők kezében olyan eszközök álljak rendelkezésre, amelyek a köz megelégedésére szolgálnak. És ezért kérem önöket, hogy szavazatukkal támogassák ezt a törvényjavaslatot. Köszönöm. Köszönöm, képviselő úr, tisztelt országgyűlés. Felszólalásra következik Kukorelli Endre képviselő úr, az LMP képviselőcsoportjából. Megadom a szót. Köszönöm a szót. Tisztelt ház! Közrend, sóhajt a honpolgár, a minnyájunkban megbúvó, fölbukanó rendes ember. De az meg mi? Valami erősen, meghökkentően, radikálisan változó. Egyetlen jogszabály sem definiálja. Minek érdeke, hogy kulturált körülmények között lehessen sportrendezvényeken részt venni, de mik volnának azok a körülmények? Hol a határ? Vegyük például a híres hírhet, már Szilágyi képviselő úr részéről is említett lengyel huligánok ligáját. Szurkolók csapnak össze hétről hétre, lebeszélt helyen, általában erdőben vagy mezőn, tisztázott szabályok szerint többnyire előre kikötött létszámban. A liga alapja az összecsapás, ha úgy tetszik, meccs, lengyelül usztavka, lebeszélés. A kifejezés része Lengyelországban a futballt körülvevő közegnek és a rendőrségi szóhasználatnak is.
Mindezt játsszák egész Európában, ez is, lássuk be, egyfajta kultúra. Érted vagy nem, tetszik vagy nem. Ám nem csupán a tisztes polgárt, de az egykor volt jelképes területekért és ablakból kikaparható gittért verekedő pálutcai fiút is föleled magadban, az korán sem engedi majd, hogy elborítson a kétségbeesés.